Nógrádi György itt van velünk, jó reggelt kívánunk! Szevasztok! Jó reggelt, tanárul! Mindig szoktunk kapni egy osztályzatot. Nagy a csend. Ahogy kiejtettétek a idegen szavakat, mondjuk 3/4 jó indulattal, a megközelítés jó indulattal 3/4, és akkor vagy kérdeztek, vagy válaszolok. Nem fontos a kérdés, anélkül is. Köszönöm. Hát akkor, az ideális akkor engem például ez az összeesküvés elmélet már érdekel. Akkor kezdjük, amiket elmondtatok, és kérdezzetek bele. Egy. Szíria az egyetlen mélytengeri kikötője volt Oroszországnak, tehát számára az, hogy Aszádot megdöntsék, nem jött szóba. Gyorsan mondom, Krím. A Krímről, ha valaki kézbe venni a 25 évvel ezelőtt megjelent idősebb Bush emlékiratait, leírja, hogy az ukrán függetlenség gyenge pontja a Krím lesz, mert a Krím éles helyzetben Oroszországhoz akar csatlakozni, hiszen orosz többsége van. A következő, az amerikai stratégia. Az USA-nak eddig volt egy hihetetlen szimpatikus, de keresztül vihetetlen stratégiája, verje szét az iszlám államot. A kurd erők, a kurdok erre képtelenek, az iraki hadsereg, ez az iraki hadsereg arra alkalmatlan, hogy a laktanyából kijöjjön, és a szírdemokraták papíron vannak, valóságban nincsenek. A törökök most abból indulnak ki, hogy számukra a fő ellenség a kurdok, és elsősorban őket verik. A háború első napján a törökök letartóztattak 1100 embert, ebből 1000 kurd volt, és 100 az iszlám államos. A 100-ból 90-et másnapra szabadon engedtek, menekülök. Azért annyit látni kell, hogy az ázsiai háborúkat az USA kezdte Irakot, Afganisztánt, és lehetne sorolni, és miután az USA-ban nem tudnak menni a menekültek, Európa szívja meg. A probléma az, hogy az Európai Unió 28 állama leegyszerűsítve 28 stratégiát követ, és a helyzet kaotikus, átláthatatlan, és rendkívül szomorú. Egyik oldalon ott a morál, a másik oldalon ott a politikai érdek. A morál azt mondja, és ezt mondja a pápa, ezt mondja a német államfő, és nagyon sokan mások, hogy minden ember egyforma is segítsünk. A politika pedig azt mondja, hogy Európa ilyen mennyiségű migránst fölvenni képtelen. Jó, csak hadd kérdezek én is közben, hogy érdeke Oroszországnak egy egységes és erős Európa? A válasz az, hogy akkor, ha az egységes és erős Európa beleszövetkezik az USA ellen, akkor igen. Jó, jelen pillanatban. Érdeke Oroszországnak egy egységes és erős Európa? Jelenleg az orosz érdek az, hogy az európai egyes államokkal kössön megállapodást. Itt első helyen a németek állnak, és általában az oroszok nem az Európai Unióval, hanem a nemzetállamokkal kötik a megállapodást. Hát nem is tud az Unióval, a szankciók vannak ellene, nem? Így van, de azért annyit hagy mondjak, hogy az Egyesült Államoknak sem érdeke egy egységes Európa. Papíron mindenkinek érdeke, a valóságban senkinek. Úgy érzem, hogy a tanár úr inkább Amerika felé akarja ezt a dolgot eltolni, nem az oroszok felé. Hát egy mondat, az elmúlt napokban pánik volt Norvégiában. Én ott voltam kb. 3 hete, mert napi 20-25 migráns megy át. A szírek mennek úgy, hogy Damaszkusz, Moszkva, Moszkva, Murmanszk repülővel, és átmennek a norvég határon, és belépnek az északi sarkörön túl az Európai Unióba. A norvégok már attól idézőjelbe kibuktak, hogy napi 20-25 ember átmegy. Tehát olyan helyzetek vannak, ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy szír migránsok átlépik illegálisan a norvég határt, az illetőt bolondok házába viszik. Ma realitás. Itt van, ennyit változott a világ. Igaz, hogy a menekültek 80%-a Szíriából jön? Pontosítok. A menekültek 80%-ánál nem lehet tudni, hogy honnan jön, mert miután a Közel-Keleten elhagyja a török határt, széttépi az úti okmányait. Mostantól, amikor a németek azt mondják, hogy aki szír papírokkal jön, annak kedvezménye van, és valószínűleg maradhat, ettől kezdve egyrészt senki nem fogja a szír papírjait eldobni, másrészt a törökök már nagy tételben hamisítják a szír útleveleket. Ugyanis elnézést, szuniták jönnek. Igen, de Irakban is szuniták vannak. A többi országban is döntően szuniták vannak. Ettől kezdve én csak gratulálni tudok, a német titkosszolgálat kiszűri, hogy ki a szíriai szunita, ki a libanoni szunita, és ki az iraki szunita. Hány menekült van most Magyarországon körülbelül, azt tudjuk? Hát nagyságrendileg azt lehetne mondani, hogy eddig mennyien jöttek be ebbe az évbe. Ez nagyságrendileg egy 150 000-es szám. Nem nagyságrend, tehát körülbelül most jelen pillanatban. 10 000-es nagyságrend. 10 000-es nagyságrend. Uh-huh. Itt a probléma nem. Na most azt hallani, hogy naponta 2500-2000-en lépik át a határt. Hogy vannak akkor 10 000-en, ha hát közben úgy, naponta 2000-en? Amik beviszem a menekült táborokba, amik Pesten várja, hogy felszálljon a német vonatra. De a vonatok nem indulnak, csak egy indult. Bocsánatot kérek, 3 indult. A németek már rögtön közölték, hogy mennyire korrektek vagyunk, mire az osztrákok rögtön közölték, hogy mennyire nem vagyunk korrektek. Tehát itt látszik az, hogy
Ha nagyságrendileg mondjuk 10 000 van itt, és naponta 1500 érkezik, akkor hol a többi? Hát gyakorlatilag már tovább mentek nyugatra. Hát a kivel? Mikor? Hát egyrészt vonatokkal, másrészt embercsempészekkel, taxikkal, kamionokkal, kis teherautókkal, mindennel. Hát én naponta nézem a nyugati híradásokat, Ausztriát ellepik ezek a migránsok, és az embercsempészek, amelyik idézőjelben tisztességes, az átviszi őket a német határon, leteszi, és a A3-as autópályán mennek gyalogosan, veszélyeztetve a forgalmat, ami a legkisebb probléma, és hihetetlen káoszt okozva. Tehát akkor napi 1500-2000 távozik is? Így van, még egy megjegyzés. A bajorok örjöngenek, a bajorok közölték a miniszterelnök Seehofer, hogy lezárja az osztrák-olasz határt, és közölte, hogy csak ebbe az évben a migránsok neki többe kerültek, mint az elmúlt 19 évben összesen. A volt NDK területén olyan külföld ellenes hangulat van, mint soha. A volt NDK-s miniszterelnökök most azt mondták, hogy ez nem csak az NDK-ra igaz, hanem a régi német tartományokra is, de háromszor annyi menekültek elleni atrocitás van a volt NDK területén, mint a régi NSZK tartományokban. De ehhez képest azt lehet látni, hogy Németország szinte újjongva fogadja a menekülteket. Pontosítok, a tévék egy része ezt közvetíti, a hangulat változik, ténylegesen kimennek emberek, és Münchenben, Rosenheimben, a pályaudvaron várják őket, de ugyanakkor rendkívül komoly tömegek mozdulnak meg, hogy ne fogadjanak be. Most tették közé a német statisztikákat, az azt mutatja, hogy a generációk óta Németországban élő e területről jött embereknél a munkanélküliség kétszeres a németnek. Az iskolai elhagyás száma 140-hez, az érettségizők aránya a migránsok esetében, ez évtizedek tapasztalata, 28% a németeknél majdnem 70. Tehát rendkívül komoly nehézségek vannak, van a túloldal. Egy. A tegnap esti német televízió, és nem akarok neki reklámot csinálni, bemutatta, hogy 4 millió német jött el a második világháború után, volt Lengyelország, volt Szovjetunió, Románia, Magyarország, volt Csehszlovákiából. Tehát teljes káosz van. A másik, Európának kell a munkaerő, csak nem az a munkaerő, amely így a migránsokkal jön, és teljes a fejetlenség. Itt kezdődnek a problémák. Most a szírek útlevéllel jönnek, nem? Hát ők háborús övezetből jönnek, hát náluk van útlevél, nem? A szíreknél van útlevél, de eddig miután a németek semmilyet nem mondtak, ezért a útlevelet ugyanúgy széttépték, mint az összes többi, és mindenki bemondja... Miért tépték volna szét, ha háborús övezetből jönnek? Mert eddig ez nem volt előny. Eddig ő azt mondta be, hogy ő Szíria azon részéről jön, ami háború. Dúl. Tehát máshogy fogalmazva, nem Szíria egészére vonatkozik az, hogy ő maradhat, hanem ha onnan jön, ahol háború van. Tehát aki nem háborús területről jött, hagyd miak egy nagyon aljas mondatot. Nekem rendkívül fura, amikor azt mondja, hogy eladtam a házam, mert menekülök. Háborús övezetben nem lehet házat eladni. Tehát aki már azzal jön, hogy eladta a házát, az már élből hazudik, és nem mond igazat. Hát Szerbiába begyűjtötték, hogy ki mikor született. A Szerbián átjövő migránsok 90%-a azt mondta, hogy január elsőjén. Én mindig elmondom, hogy akkor márciusban baromi szorgalmasabb voltak a papák. A Robiért hallunk kevesebbet, hogy ki az, aki tovább ment. Miért mindig csak azt halljuk, hogy kik azok, akik jönnek? Mert gyakorlatilag Magyarország számára vannak a Dublini szerződésből kötelezettségek, hogy vegyük nyilvántartásba. Utána mehet, ha van érvényes úti okmánya. Ez 100-ból 99-nek nincs. A másik, a menekült abba érdekelt, hogy ne vegyük nyilvántartásba, mert ha nyilvántartásba veszem, Magyarországra toloncolják vissza. Még Ausztriába sem engedi a nagy részük a nyilvántartásba vételt. Fogalmuk nincs arról, hogy az osztrák színvonal, életszínvonalba gyakorlatilag német, ő csak Németországba akar menni. Zárójel, egész Európában megerősödött a szélsőjobb, Svédországban létrejött egy új párt, ma már első helyen áll Svédországban az a neve, hogy Svéd Demokraták, és népszavazást akar arról hírni, hogy egy darab migránsra léphessen be Svédországba. Tehát hullámzik az európai hangulat, és a televíziók felelőssége, hogy ebből mit közvetít. Általában ezek a közvetítések szubjektívek. A kezdeti felvetésre mindig nem kaptuk meg a választ, hogy miért most van a tömeges megindulás. Rendkívül egyszerű, azért, mert Észak-Afrikában megszűntek a működő államok, Líbián nem lehetett keresztül jönni, Kadhafi 6 milliószor elmondta, hogy ő nem engedi át a migránsokat, mindaddig, amíg Európa békén hagyja.
Abba a percben, hogy Kadhafit megölték, és létrejött három kormány, zárójel a franciák, előbb szántak fölbombázni Líbiát, mint ahogy az ENSZ határozat megszületett. Tehát ettől kezdve Líbiában káosz van, fantasztikusan működnek az embercsempészek, és Fekete-Afrikából profi embercsempész mandák hozzák az embereket. Egy megjegyzés. Már Fekete-Afrikába elkérik tőlük a pénzt, és a pénz egyharmadát a helyi rendőrség kapja meg. Tehát a fekete-afrikai rendőrség nem abba érdekelt, hogy az illetők a helyszínen maradjanak, hanem abba, hogy jöjjenek. Nem líbek jönnek Líbiából, hanem fekete-afrikaiak, a törökök pedig idézőjelbe bosszút állnak azért, hogy nem kerülhetnek be az Európai Unióba, és mindenkit átengednek Görögországba. A görög ország működésképtelen, engedik tovább. Macedónia egy pici 20 000 négyzetkilométeres kis ország, saját belső bajait sem tudja megoldani. Innen jönnek Szerbiába, és innen még egy kérdés, ugye azt mondta tanár úr, hogy nem lehet eladni háborús övezetbe házat. Miből van pénzük? Miből ez egy rendkívül érdekes kérdés. A válaszom az, hogy szír társadalom rendkívül gazdag volt. Akik most ide jönnek, azok döntően középrétegek, akiknek volt és van pénzük. Ha ez a hullám véget ér, és Európa nem tudja a megfelelő stratégiát kialakítani, akkor a szegényebbek fognak jönni, akiknek tényleg nincs pénzük. Egy megjegyzés. Négy célirányja van a migránsoknak. USA innen nem tudja elérni. Ausztrália, haditengerészet védi, gazdag arab országok, senkit nem engednek be, és Európa. Csak Európába tudnak jönni, ez a helyzet jelenleg, elnézést kérek, megoldásra vár. Most szerinted a te olvasatodban mi az uniós kötelezettségeknek, meg a Dublin kötelezettségeknek mi eleget teszünk, vagy nem teszünk eleget, mert az EU-ból nagyon sok politikus részéről az egyik oldal nyilvánul, meg másik oldal, meg a másik. Egy, mindennek eleget teszünk, kettő, a probléma az, hogy jó páran azt mondják, hogy jogunk van fölépíteni a drótakadályt, de nem tartják célszerűnek. Ezt a magyar vezetés célszerűnek tartja, ha szeptember 14-15-én az EU igazságügy belügyminiszteri csúcson lesz össze-európai megállapodás, akkor nyilván a magyar politika ennek megfelelően módosul, ha nem lesz, akkor minden ország a saját nemzeti érdekeit fogja képviselni Magyarország. Mi van a kvóta rendszerrel, ahol nem tudom, 300 vagy 350-et kellene befogadni? Igen, ez az első javaslat volt, csak az alapvető probléma az, hogy a kvóta rendszert nem fogadták el a baltiak, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, a magyarok, a britek. Tehát a kvótarendszert élből megvétózták a tagállamok, mire tegnap azt mondta Juncker, hogy aki nem fogadja el, attól pénzügyi elvonások lesznek. Hát ez nem egy túl demokratikus hozzáállás, meglátjuk, hogy mi lesz. Az, hogy a franciák bíráltak minket, ez egy részemről fura dolog, hiszen Franciaországot elárasztották a volt francia gyarmatokra jött emberek. Ma Franciaországban a társadalomnak majdnem 10%-a muzulmán, és Franciaország ezeket évtizedek óta nem tudja integrálni. És mi lesz a megoldás szerinted? Vagy mit tudunk csinálni? Oké, hogy jönnek, próbáljuk kezelni. A hosszú távú stratégia egyértelmű, maradjanak helyszínen, adunk pénzt, csak maradjanak ott. Rövid és középtávon pedig a megoldás az, hogy Európa képes önmagát megvédeni, és azokat engedjük be, akikre szükségünk van, és nem azokat, akik ide akarnak jönni. Bocsánat, ott maradjanak, ahol most vannak, vagy maradjanak a hazájukban? Azért adunk pénzt, hogy maradjon otthon? A jelenlegi Európai Uniós elképzelés és a G7-es csúcs pár hete Elmau-ba azt mondta ki, hogy odaadjuk a megtermelt nemzeti jövedelem 0,7%-át az illető országoknak, hogy a helyszín fejlődjék, és ne legyenek ránk kényszerítve, hogy eljöjjenek. Ez rövid és középtávon szerintem nem megoldás, hosszú távon az lehet, feltételezve, hogy egyszerre jutunk oda, hogy ez a térség nem jutja, nem lop el minden pénzt. Ti az elején mondtátok Ukrajnát. Ukrajnába az úgynevezett forradalom után 16 hónappal ott tartok, hogy egy reform nem ment végbe, a korrupció ugyanakkor, amint volt, az infláció 50%, a munkanélküliség egekbe megy, magyarul semmi nem történt. Ha Ukrajna nem tudta ezt a kérdést megoldani, akkor kicsi az esély, hogy Fekete-Afrika vagy a Közép-Kelet ezt megoldja. Az mennyire valós veszély, hogy például az iszlám állam azt mondja, vagy azt kommunikálja, vagy azt kommunikálják nekünk, hogy akár terroristák is beszivároghatnak a menekültekkel. Valós veszély lehet ez? A válasz az, hogy ez lehet valós veszély. Mindeddig erre valós bizonyíték nincs. Az iszlám állam jelenleg interneten keresztül szervezi a különböző merényleteket. Azt mondja, hogy az illető ne fedje föl magát, csináljon merényletet, az ellen, aki ellen akar. Tehát máshogy fogalmazva, ez egy óriási lehetőség a menekültekbe beépülés, de ennek rengeteg a hátránya is. Tehát ha én az iszlám állam helyébe lennék, ezt kevésbé alkalmaznám. Nem mondom, hogy nem alkalmaznám, kevésbé alkalmaznám, mert olyan elégedetlen
döntően muzulmán tömegek vannak ma Nyugat-Európa minden országában, hogy ezeket 2 perc alatt internet segítségével rá lehet venni merényletekre. Ezt az elmúlt hetekben többek között Franciaországban láttuk. Hát kíváncsiak vagyunk. Tanár úr, köszönjük szépen! Én köszönöm, jó volt, nagyon minden... 4-es kaptatok, rendben van. Jó, fölhúztuk a végére. Köszönjük, 3/4-ből följöttünk. Köszönjük szépen! Én köszönöm.